Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Tempel jóslás. Ez a felvétel egy személyes jóslás Lirien számára. Kedves Lirien, üdvözöllek téged, ez a te videód. Miről van itt szó ennél a tempel jóslásnál? Mindenkinek vannak vágyai, álmai, elképzelései. Vannak, akik ebben hisznek, tudják, hogy ez megvalósul, vannak, akik ebben nem hisznek, akkor nem lesz ebből semmi. De hogy tudjuk ezt megvalósítani? Mert egy álom lehet szép, de ha ez nem teljesül be, akkor az csalódásokhoz vezet. Pontosan ezt szeretném itt elmagyarázni. Van egy külső tempel, ahova oda szoktunk menni. Vagy egy templom, vagy egy szent hely, mindenki keres magának egy ilyen helyet, ahol megvan a nyugalom, a béke, és érezhető az isteni segítség, ez az isteni hatalom. De nem csak ilyen külső helyek vannak, ahol erőt meríthetünk, ami erősíti a hitünket is, hanem van egy belső tempel is. Mi meglátogathatjuk ezt, ha meditálunk. Ezt a belső helyet, ezt a belső tempelt, ezt láthatjuk így képek formájában, én úgy mondanám, vizualizálunk, és mindenki így kialakítja ezt a belső szent helyet magának. Ez lehet egy tempel, lehet egy szép családi ház, vagy egy erdő, vagy egy szép mező, mezei virágokkal. Az a fontos, hogy mi jól érezzük magunkat, és megtaláljuk a belső nyugalmunkat. Amikor így befele tekintünk, az jól esik nekünk, mert itt tényleg megvan ez a megnyugtató érzés. De itt van egy mágia is. Ha elképzeljük azt, amit elérni szeretnénk, így képek formájában, akkor ez megvalósulhat, ha mi hiszünk benne. A hitünk által válik ez valóra. És ezt minden életterületen tehetjük, ami az anyagiakat illeti, a munkát, a családi helyzetet, vagy egy párkapcsolatot. Az a fontos, hogy behunjuk a szemünket, befele tekintsük, és elképzeljük, hogy ez már most, jelenleg megvalósult. Ne a jövőben, mert akkor így mindig eltoljuk magunk elől, hanem úgy érezzük, mintha ez már beteljesedett volna. És ez a belső tempel. Most megnézzük nálad asztrológiailag. A mi lelkünk kiválasztott egy életutat, egy sorsutat. Ezt aranyútnak nevezem. A lelkünk ismeri ezt, mert a lelkünk választotta ezt ki. A horoszkóp, ami születési horoszkópunk, ez a térkép hozzá. Itt láthatjuk az irányokat, és mutatja ezt az arany utat. A horoszkópban van 12 életház vagy életterület.
A 9-es életház az utal utazásokra, külföldi kapcsolatokra, de belső útra is. És itt ennél a belső útnál kialakulhat ez a belső tempel, és itt erősíthetjük a mi hitünket és bizalmunkat. A te horoszkópodban, itt ebben a 9-es életházban van az ikrek jegye, az indiai számítás szerint. Ez egy nagyon precíz számítás, és itt van nálad Szaturnusz bolygó. Szaturnusz bolygó az a sorsoknak a bolygója, a sorsod, az életutad oda vezet, hogy itt lesz egy utazás, vagy külföld, vagy egy belső út, és megtalálod a helyedet egy ilyen spirituális területen. Az elmúlt másfél évben, sőt, több mint másfél évben itt voltak kármikus témáid, az múlt év szeptemberében befejeződött, mert a felfele mozgó holdcsomó Ráhu itt volt több mint másfél évig az ikrek jegyében. Ez egy kármikus csomó, egy kármikus út, de egy új életút, amit te még eddig nem ismertél, de a lelkednek szüksége van erre. Ez a holdcsomó, ez a felfele mozgó holdcsomó Ráhu elhagyta múlt év szeptemberében az ikrek jegyét, és most a bika jegyében van jövő év márciusáig. És nálad ez egy fontos, egy nagyon fontos életterület, mert a te horoszkópodban, a bika jegyében van a lefele mozgó holdcsomó, egy kármikus csomó, ami a múltadat jelenti. Nem csak a gyermekkort, hanem mindazt, amit átéltél a korábbi életedben. Ez most itt hat. Tehát a kettő holdcsomó találkozik a bika jegyében, egész évben kihat rád, sőt jövő év márciusáig. És a bika jegye nálad, a te horoszkópodban, a 8-as életházban van. Most ne jegy meg, amit mondok, ez a 8-as életház a halált jelenti, de nem halálesetről vagy örökösödési ügyről van itt szó, hanem ennek van egy szimbolikus jelentése, mégpedig az valamitől vagy valakitől elbúcsúzni, lezárni a múltat és indítani egy új jövőt. Ez egy ilyen megújulás nálad, és most ebben a szakaszban vagy. A bika jegye azt szeretne valamit megtartani, viszont itt most nálad fontos elbúcsúzni bizonyos dolgoktól. Ezek lehetnek gondolatok, érzelmek, kapcsolatok, bizonyos tárgyak, anyagiak, vagy egy bizonyos hely. Én biztos vagyok abban, mert Szaturnusz a 9-es életházban van, ami külföldre is utal, hogy a te életutad téged külföldre vezet, lesznek itt külföldi kapcsolatok is. Visszatérve erre a 9-es életházra, itt van egy belső út is, itt fogsz sokat tanulni, és vezet téged egy spirituális területre. A 11-es életház az a reményeknek a háza, de utal barátságokra, baráti körre is. A te horoszkópodban itt van az oroszlán jegye, a te napod,
és Vénusz bolygó, ami mutatja a nőiességedet. Te itt állsz a középpontban, mint egy királynő, és erre büszke is lehetsz. Ami a te reményed, hogy kapj elismerést. És ami még fontos, a te horoszkópodban Vénusz bolygó, ami a te nőiességedet jelenti, a Magha holtházban van. E felett, a Magha holtház felett Regulus csillag uralkodik. Regulus csillag az a királyoknak, császároknak, uralkodóknak a csillaga, és itt található nálad a Vénusz bolygó ezen a területen. Az utalhat a múltadra, hogy te a korábbi életedben egy ilyen királyi palotában vagy kastélyban éltél, és megvan nálad még mindig ez a tartás, ez a büszke királynői tartás. És ha téged valaki lekicsinyít, megsért, akkor azt neked nehéz elfogadni, de nem is kell elfogadni, hanem maradj ennél a tartásnál, mert ez utal a te személyiségedre. A baráti körökben is őrizd meg ezt a királynői büszkeséget. Itt ennél a jóslásnál végül is vágyakról, reményekről van szó, és az álmainkról is. Ehhez gyakran szerencse is kell. Jupiter bolygó az a szerencse bolygója. A te horoszkópodban Jupiter bolygó visszatekintő, ez utal kármikus témákra, mindarra, amit átéltél a korábbi életedben, és ez mutatja a te nagyságodat is. Ne hagyd, hogy mások megbántsanak téged. A horoszkópodban Jupiter bolygó az ötös életházban van, ami a gyermekekre utal. Itt szerencse lesz, mert a gyermeked visszatér hozzád, és büszke lehetsz rá. Azon kívül ez az ötös életház mutatja az élet színpadát, ahol te játszod a főszerepet. De úgy, ahogy a gyermekek mutatják, könnyűséggel játszadozva, mert ez hoz számodra szerencsét. A négyes életház az a mélypont a horoszkópban, az utal egy alapra, és erre alapozzuk az életünket, de mutatja az otthonunkat is. A te horoszkópodban itt a mélyponton van a bak jegye, és az megnehezíti a korábbi éveket, az első életszakaszt, de a második életszakaszban itt stabilizálódik, valami rendbe jönnek a dolgok, megtalálod a helyet. Ebben az évben az indiai számítás szerint itt mozog Szaturnusz bolygó, tehát lehet nálad ez évben egy költözés. És most megtekintjük ezt a tempel jóslást. Ez a kép itt középen azt jelenti, hogy mi az, amiről álmodozol, vagy mi az, ami ez évben megvalósítható. Ezen a képen van a tízes szám, és ez a tízes szám utal egy új kezdetre. Ezen a képen a levegő eleme látható, a kardoknak ez a szimbolikus jelentése, és az azt közli veled, hogy te lezárod a múltat, felszabadultnak érzed magad, és lesz számodra egy új kezdet, végre fellélegezhetsz.
A kardok utalnak döntésekre és kommunikációra is. Ez a vágyad, és ez megvalósulhat. És most megtekintjük a következő képet. Felül a bal oldalon látható egy kép, ami arra utal, hogy mi fontos most számodra, hogy indíthatsz. Ezen a képen láthatunk egy idősebb férfit, és a kezében van egy aranyérem. Ez a férfi szimbolikusan átnyújtja számodra ezt az érmét, vedd birtokodba. Az jelenti egyrészt, hogy rendezd az anyagiakat, másrészt utal a belső értékekre. Te értékes vagy, hogy boldog legyél az életben. Légy ezzel tudatában. Ez a kártya utalhat arra, hogy egy idősebb férfi segít neked az anyagiak terén. És most megtekintjük a következő kártyát. Most megnézzük azt, hogy hiszel-e abban, hogy jóra fordul a sorsod. Itt ezen a képen látunk másokat, akik beleavatkoznak a te életedbe. Ezek lehetnek segítségek, de lehetnek kihívások is. Itt kell számodra az életerő, az is fontos, hogy védd magadat, és tudj nemet mondani másoknak. Neked nem kell azt tenni, amit mások elvárnak tőled a környezetedben, ha te ezt nem akarod, hanem az a fontos, amit te szeretnél elérni. Ha ezeket a dolgokat úgy éled át, hogy ezek nehézségek, vagy mások megnehezítik az életedet, akkor nem könnyű abban hinni, hogy felszabadulsz ezektől a nehézségektől, holott az első kártya erre utalt, hogy mennyire fontos számodra a szabadság érzete. Most megtekintjük a következő kártyát. Ez a kép arra utal, hogy mi az isteni segítség, vagy mi egy isteni üzenet. Ezen a képen láthatunk 10 érmét. A 10-es szám egy új kezdetre utal. Az érmék az értékekre. Itt nem csak vagyoni értékekről van szó, hanem a belső értékekről is. Ezen a képen láthatunk egy harcost és egy tigrist. Ez utal a te belső erődre. Harcolt ki azt, ami hozzád tartozik. Vedd ezt birtokodba. És most megtekintjük a következő kártyát. Ez a kép utal arra, hogy melyik álom valósulhat meg nálad. Itt ezen a képen látható az egész univerzum, és itt ez mind határtalan, tehát mindent elképzelhetsz magadnak, mert ez elérhető, és ez a kártya szerencsét hoz számodra. Itt ezen a helyen azt jelenti ez a kártya, hogy mi az, ami a közel jövőben beteljesülhet. Itt az érmékről van szó, az utal az anyagiakra, az áll most a középpontban, és a munkahely. A 7-es szám ezen a
képen utal a hold energiájára, és az azt jelenti, hogy jön valami hozzá, te megkapod ezt, javul az anyagi helyzet. Viszont az érméknél nem csak pénzügyi dolgokról van szó, hanem értékekről is. És ezt meg fogod kapni. Ez, ami a közel jövőben elérhető. És most megtekintjük a következő kártyát. Mi valósul meg ez évben? Erre utal ez a kártya itt lent bal oldalon, és mutatja az uralkodó nőt. Te uralkodni fogsz a helyzeten, uralkodni fogsz a gondolataid felett, az érzelmek felett, és nem fogod hagyni azt, hogy mások megbántsanak téged. És most megtekintjük a következő kártyát. Ez a kártya azt jelenti, hogy mi hoz sikert számodra ez évben. Itt olyan bolondságokról van szó, vagy mások azt mondanák neked, hogy milyen őrült gondolataid vannak, ilyet nem szoktak csinálni, de pontosan ez jelent számodra egy új kezdetet, ami másoknak olyan bizonytalannak tűnne, de bíz abban, hogy ez neked sikert hoz. Utal egy új kezdetre. A nulla szám az jelenti a te terveidet. Valósítsd meg őket. És most megtekintjük a következő kártyát. Mi a feladatod ez évben? Erre utal ez a négy kehely. Ez jelenti az érzelmeket, a lehetőségeket, és élj ezekkel a lehetőségekkel, nem csak ami a munkát vagy az anyagiakat illeti, hanem utal a párkapcsolatra is, mert a kelyheknél érzelmekről van szó. Kedves Lirien, így tudtam ezt a tempel jóslást elmagyarázni. Köszönöm, hogy hozzám fordultál. Kívánok minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera. És ez volt a videóm. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!